köszöntöm nézőinket, Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Balog Erika vagyok, főbb témáink néhány mondatban. Veszélybe sodor családok, döntésképtelen volt az Éjjel-Szekszárd a bérlakásokkal kapcsolatban. Bevonják a helyieket a munkába Tolnán, a közlekedés átszervezéséről tartottak fórumot. Belvízvédelem, Bátaszéken kikotorják a vízelvezető csatornát. Kiadta a nagykövetség épületét, börtönbe kell vonulnia a pincehelyi csalónak. Veszélybe sodort több szociálisan rászoruló családot az Éjjel-Szekszárd vezette Szociális Bizottság, hónapokig nem döntöttek ugyanis az önkormányzati bérlakásokról, pedig Ács Rezső polgármester szerint az ilyen kérelmek elbírálásakor nagyon fontos lenne a gyors munka. Nehéz helyzetben lévő családok lakhatását sodorta veszélybe az, hogy az Éjjel-Szekszárd tagok által vezetett Szociális Bizottság hónapokig döntésképtelen volt a bérlakások ügyében. Ezt mondta Ács Rezső a hétértékelő sajtótájékoztatóján. Február 28-áig kellett benyújtani az igényeket, és július 2-án, vagyis közel 5 hónap után született meg a döntés ez ügyben. Ács Rezső polgármester szerint etikátlan az amúgy is bizonytalanságban élő embereket még nagyobb bizonytalanságba kergetni azért, mert a bizottság döntésképtelen. Bár a döntés a Szociális Bizottság dolga lett volna, ők ezt mégsem tették meg, ezért Ács Rezső polgármester a járványhelyzet alatt vállalta a 3 bérlakás kiosztását, de arra kérte a Szociális Bizottságot, hogy ők is tegyenek javaslatot. A válasz a mai napig nem érkezett meg. Jövőben ezt nem lehet tartani, hanem ilyen esetekben, mint például a bérlakás és szociális lakások ügye, egy-két nap, egy-két hét alatt a bizottságnak össze kell ülni, és meg kell hozni a szükséges döntést, hogy mielőbb a rászorulók ehhez hozzájussanak, úgyhogy remélem ezen a területe jelentős előrelépés lesz, mint ahogy más területeken is. 25-30 szoros túljelentkezés van ezekre a szociális bérlakásokra, így nagyon meg kell fontolni, hogy kinek utalják ki. Ács Rezső szokásos sajtótájékoztatóján arról is beszélt, hogy elindult egy újabb jótékonysági akció a városban. A Reformáló Egyesület és a Humán Szolgáltató Központ közös együttműködésben szervez gyűjtést a nehéz helyzetben lévő szekszárdi családoknak. Ezúttal az iskola kezdés megkönnyítésére indult a kezdeményezés. A tanévkezdés az komoly anyagi terhet ró minden családra. Most ezen szeretnénk egy kicsit könnyíteni, és azért mi vittünk is be a Humán Szolgáltató Központhoz különböző eszközöket, új eszközöket, de nem csak újakat várunk, hanem használatokat is. Én szeretnék bíztatni és kérni mindenkit, minden szexuális, hogy aki megteheti, vegye részt ebben az akcióban. Új vagy jó állapotban lévő használt iskolai eszközöket, tanszereket várnak a Humán Szolgáltató Központban, Szekszárdon a Vörös Marti utca 5 szám alatt. A szociális bérlakások ügyében megkerestük Bomba Gábort, az Éjjel-Szekszárd frakció vezetőjét is. Kíváncsiak lettünk volna, mit gondol arról, hogy az Éjjel-Szekszárd által vezetett Szociális Bizottság hónapokig tartott bizonytalanságban amúgy is nehéz helyzetben lévő családokat, ám riportunk elkészültéig nem kaptunk választ. Komoly gondot okoz Szekszárdon a Csatári városrészben az, hogy az egyik ottani dohányboltot néhányan kocsmának használják. Ez derült ki azon a lakossági fórumon, amit Máté Péter a körzet önkormányzati képviselője tartott csütörtökön délután. Mindenképp azt szeretném kérni, hogy az, ami gond és probléma van, ami közvetlenül zavarja az embereket, azokról beszéljünk. Nem biztos, hogy mindent meg tudunk oldani, de legalább tudjuk, hogy mi az, amit kell. A helyiek véleményére volt kíváncsi a körzet önkormányzati képviselője, ezért tartott csütörtökön késő délután lakossági fórumot a Szekszárdi Árok utcában Máté Péter. Hát felvenni az igényeket, hogy kinek mivel van problémája. Nagy dolgokat nem hiszem, hogy tudok ígérni, mert a költségvetés az még nincs egyébként is adott és szűkös, de én úgy gondolom, hogy azokat a dolgokat, amik a lakókat közvetlenül érintik, tehát egy-egy járda probléma, nem folyik el a víz, stb. Ezeket fel tudjuk venni. A helyiek leginkább a járdák állapotáról és azok várható felújításáról érdeklődtek, valamint szóba került az is, hogy az Éjjel-Szekszárd frakció tagjai egyszerűen nem hajlandóak együttműködni a kormánypárti képviselőkkel, ezzel pedig Szekszárdnak ártanak. A pandémia alatt 277 döntés hoztam, abból 263-at úgy hoztam meg, hogy ők javasoltak, hogy mit döntsek. Ennyit arról, hogy mi nem vagyunk együttműködőek.
És ugye arra bizonyára hallott mindenki, hogy egy orvosi rendelő már elment, most éppen a Szörlei óvoda és a bölcsőde készül elmenni, mert meg akarják fúrni, és mellette a keselési útig elégpárutat akarják tönkretenni. A környéken élőknek emellett gondot okoz az egyik itt található dohánybolt is. Vannak ugyanis, akik rendszeresen itt isznak, szükségleteiket a nyitott bokros tereken, rosszabb esetben az ablakok alatt végzik el. Az engedélyek szempontjában nekünk nincs hatósági jogkörünk, de viszont a közegészségügyi szempontból, vagy éppen a bűnügyi szempontból mondjuk megnő az elkövetések száma, akkor fogunk tudni a rendőrséggel, vagy éppen az ANTSZ-el közösen beavatkozni és beleszólni abba, hogy meddig legyen nyitva ez a dohánybolt itt a csatájtorokban is. A lakók több megoldási lehetőséget is felvetettek. Szerintük korlátozni kéne a dohánybolt működési engedélyét, hogy ne árulhassanak alkoholt. A lakók remélik, hogy ezt a helyzetet minél előbb meg lehet majd oldani. Kiadta albérletbe a hollandiai Hágában található indonéz nagykövetség épületét egy pincehelyi csaló. A férfi összesen 720 ezer forintot kért egy házaspártól, amiért egy 65 négyzetméteres hollandiai lakást ígért. A megadott címen viszont csak a nagykövetség munkatársait találták az átvert áldozatok rokonai, a csalónak most börtönbe kell vonulnia. Térképen és fotón is mutatjuk, melyik épületet adta ki albérletnek a pincehelyi férfi. Látszik, hogy egy igazán impozáns házról van szó a hollandiai Hága belvárosában. A csaló a Facebookon egy zárt csoportban akadt későbbi áldozataira. A házaspár munkavállalás céljából keresett kiadó lakást a holland városban. A csalóval abban egyeztek meg, hogy egy 61 négyzetméteres lakást havi 360 ezer forintért kivesznek tőle. Két havi bérleti díjat előre ki is fizettek ahhoz, hogy megkapják a kulcsot, amit aztán kiküldtek a feleség húgának, aki szintén Hágában él. Ő viszont hiába ment a megadott címre a kulcssal, ott csak az indonéz nagykövetség munkatársait találta. Ekkor az átvert házaspár már hiába hívta a csalót, ez után fordultak a rendőrséghez, így bukott le a nagykövetség épületét albérletnek kiadó férfi, aki most kapott jogerősi ítéletet, miután az elsőfokú döntés ellen fellebbezett. A szekszárdi törvényszék helyben hagyta a Tamási járásbíróság korábban hozott ítéletét, melyben csalásbüntete miatt mondta ki a vádlottat bűnösnek, és 10 hónap börtönbüntetésre ítélte a vádlottat. A törvényszék álláspontja szerint a Tamási járásbíróság ítélete mindenben helytálló volt, és a vádlotti védekezést nem lehetett igazolni, a felmentésre irányuló fellebbezés nem volt eredményes, így az ítélet jogerőre emelkedett. Az indonéz nagykövetség épületét albérletnek kiadó csalói 10 hónapra börtönbe vonul. Júniusban 583-mal több gyerek született, mint tavaly ilyenkor, közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának család és ifjúságügyért felelős államtitkára pénteken a közösségi oldalán a Központi Statisztikai Hivatal adatait ismertetve. Egy év alatt 100 ezer házaspár kapott babaváró támogatást, 28 ezer család igényelte a nagycsaládosok autóvásárlási támogatását, a családi otthonteremtési kedvezmény pedig az elmúlt 5 évben több mint 600 ezer ember otthonhoz jutását segít. Közölte. Azért dolgozunk, hogy Magyarországon jó legyen élni, dolgozni, családot alapítani, gyereket nevelni, fogalmazott az államtitkár. Kikotorják a belvizek elvezetésére kialakított patak medrét Bátaszéken. A város költségvetése idén nem bírja el a teljes hosszban történő mederrendezést, de a legfontosabb szakasz elkészül őszig. Munkagépek dolgoznak a bátaszéki kövesdiáloknál, mely a város vízgyűjtő rendszerének fő ütőere. Az a szerepe, hogy a település külterületéről gyűjtse össze a lehullott csapadékvizeket. A patak állapota olyan volt, hogy nem lehetett tovább várni a tisztítási munkák megkezdésével. A költségvetés tervezésekor erre egy keretösszeget be is állítottunk, és az ajánlat kérések során úgy tűnt, hogy ennél úgy terveztük, hogy sokkal hosszabb kilométerben fogunk eleget tenni ennek a kötelezettségünknek, de most egyelőre a kövesgyároknak mintegy 2,3 km szakaszát tudjuk kotorni. Ez alapvetően a M6-os gyorsforgalmi úttól az 56-os útig terjedő szakasz. A védelmi rendszer másik szakaszának kotlására idén nem lesz keret, ám ez, mondja Bozsadik Robert, nem veszélyezteti a belső területeket. Az entai járók tisztítására a jövő esztendőre van előirányzat. Bár önkormányzati területen fogjuk elhelyezni a kitermelt iszapot, de mivel mezőgazdasági művelésben is részt vesz, lehetőség szerint ne okozzunk mezőgazdasági kárt, illetve azokon a szakaszokon, ahol nem megoldható, hogy közvetlenül
az árok mellett helyezzük el, ott az elszállításra is gondoskodunk. Ez ebben a költségvetési évben maga a mellerkotrási feladat az mintegy 4 millió forintot fog majd felemészteni. Ha a munkák elkészülnek, biztonságosabbá tudjuk tenni a villámvizek levezetését, mondja Bátaszék polgármestere. Utoljára 2 esztendővel ezelőtt egy nagy esőzés után ezt a területet elöntötte a víz. Erre most a munkák végeztével már nem kerül sor. Lakossági fórum keretében ismertette elképzeléseit a lakókkal a Tolnai Közlekedési Munkacsoport. A testület felmérte azokat a lehetőségeket, melyekkel csökkenthetőek a balesetveszélyes területek száma a városban. Tolnán egy munkacsoport feltérképezte a település közlekedési rendszerét annak érdekében, hogy a jelenleginél észszerűbbé és a baleseti szempontból biztonságosabbá tegyék a város közlekedését. Amit mi látunk, amit mi érzékelünk, amit mi tudunk, illetve amit a jogszabály meghatároz, az alapján azt a célt határoztuk meg, hogy olyan forgalomszabályozási módosításokat kell alkalmazzunk, ami elősegíti a közúton való közlekedés biztonságos, zavartalan és gyors lebonyolítását. A testület 6 térségben adott javaslatokat arra, hogyan módosuljanak a közlekedési szabályok, és milyen forgalomirányítási változásokat vezessenek be. Ebbe támogattuk az önkormányzatot, hogy az ő elképzeléseket hogy tudjuk alátámasztani, majd a megvalósított elképzeléseket hogy tudjuk gyakorlatilag betartatni a jogszabályokkal. A munkanyag rövidesen ismét a városi képviselőtestület elé kerül, a meghozott döntések alapján pedig még ebben az esztendőben megtörténnek a forgalmi változtatások Tolnán. Regionális híreink következnek. Testvértelepülési kapcsolatokkal segítenek a baranyaiak, támogatják a Székely Nemzeti Tanács kezdeményezését. Fejlesztési terv, támogatási irányok, mire számíthat Pécs és a megye a következő években. Kisgyermekesekkel bővült a támogatottak köre, ingyenes B-kategóriás KRESZ vizsgát tehetnek. A Baranya megyei önkormányzat arra kéri a megyei és települési önkormányzatokat, hogy testvérmegyei, testvérvárosi kapcsolataik révén is segítsék a Székely Nemzeti Tanács nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezésének sikerrevitelét, mondta a megyei közgyűlés elnöke csütörtökön Pécsen sajtótájékoztatón. Az eseményen részt vett Szili Katalin miniszterelnöki megbízott, aki elmondta, hogy még várják a támogató aláírásokat. Kéréssel fordul a Baranya megyei önkormányzata a megyei és települési önkormányzatok felé, jelentette be csütörtökön Őri László. Szeretnék, ha segítenék a Székely Nemzeti Tanács nemzeti régiókról szóló európai polgári kezdeményezésének sikerre vitelét a következő hetekben. Keressék meg a meglévő testvér megyei, illetve testvér városi kapcsolataikat, mozgósítsák ezeket a meglévő testvérvárosi, testvérmegyei kapcsolatokat annak érdekében, hogy a még legalább 4 országból hiányzó, szükséges számú aláírás összejöhessen, és közös sikerként zárhassuk majd november első napjaiban a Székely Nemzeti Tanács által útjára indított polgári kezdeményezést. Baranya megyének német, osztrák, szlovén, horvát területekkel vannak élő kapcsolataik. Ezeken keresztül szeretnének minél több EU-s állampolgárt megnyerni, hogy támogassák a székelyek törekvéseit. 2 feltételnek kell megfelelni a sikerhez. 1 millió aláírást kell összegyűjteni, ami már megvan, de ezeket 7 országból kell megtenni, ami nem teljesült még. Ez az 1 millió aláírás 3 országból származik elsősorban. Vannak máshonnan is, de ahonnan ez a limit megvan, ez Románia, Magyarország és Szlovákia. Ugyanakkor az Európai Unió lehetővé tette az intézményrendszere azt, hogy folytatódjon ez az aláírásgyűjtés, így november 7-ig van még lehetőség az aláírásgyűjtés folytatására. Elsősorban azokban az országokban állunk közel ehhez, ahol magyar közösségek élnek. Így Ausztria, Horvátország, de más EU-s tagállamokból is gyűjtik a támogatásokat. Ebben segíthetnek a magyar önkormányzatok testvértelepülési kapcsolataikkal. A Székely Nemzeti Tanács célja a kezdeményezéssel, hogy a gazdasági lemaradás megszüntetését célzó Európai Uniós kohéziós források elosztásánál a nemzeti regionális jellegzetességek szempontjaira is legyenek tekintettel. Ehhez a támogató aláírásokat tavaly május 7-e óta gyűjtik.
Mire számíthat Pécs a következő EU-s pénzügyi ciklusban? Milyen területeken pályázhat a város sikerrel? Mi lesz a Modern Városok programban megítélt forrással? Ezekről a kérdésekről tájékozódott az ÖPE politikusa nemrég Budapesten. Kővári János stúdiónkban beszélt a várható fejlesztési irányokról, alapelvekről. Elfogadták a következő 7 évre vonatkozó Európai Uniós költségvetés keretösszegét. Ez lehetőséget ad és feladatot is ró a pécsi, valamint a megyei önkormányzatra. Erről beszélt stúdiónkban az Összefogás Pécsért Egyesület önkormányzati képviselője. Pécs és a megye, Baranya megye 100 milliárdos nagyságrendű forrásokat mozgósíthat majd ezekből, akkor, hogyha együtt tud működni egymással, meg tudja fogalmazni a vízióját, ami a meglátásunk szerint zöld kell, hogy legyen. Ezt most már az unió költségvetése is megerősíti, hiszen a legnagyobb fejezet költségvetésben az pontosan a fenntartható városfejlesztés és gazdaságfejlesztés. Az előző ciklusban a megyei jogú városok támogatása élvezett előnyt. Most a megyék, ezért kell együttműködniük, mondja a politikus. Ezért év végére kellett tenni a kormány asztalára egy közös fejlesztési stratégiát. De Pécsnek még van kormányzati forrása is a Modern Városok programból, amit még nem használt fel. Ez 25 milliárd forint. Amiket korábban felvetett az Összefogás Pécsért Egyesület, ez az elektromos közlekedés, vagy éppen a napenergia használat, a vízi közművek fejlesztése és így tovább, tehát a fenntartható városfejlesztés. Ilyen jellegű projekteket a Modern Városok programból is támogathatnak, hogyha ezek kidolgozott, a város és a megye által is elfogadott közös programok lesznek. Kihirdették csütörtök este a felsőoktatási ponthatárokat hazánkban. Az általános felvételi lezárulta után már biztos, hogy közel 5000 elsőéves kezdi meg egyetemi tanulmányait Pécsen. Ez a szám a következő hetekben tovább nő, a külföldi hallgatókkal és a várható pótfelvételizőkkel együtt 6000 új hallgatója lesz a pécsi egyetemnek. A járványhelyzet miatt azonban továbbra is kérdéses, milyen formában indul az oktatás, de erre már vannak elképzelései az intézménynek. Ezek a felvételek a tavalyi felsőoktatási ponthatárok kihirdetésén készültek a pécsi Széchenyi téren. Idén nem volt ehhez hasonló esemény a járványhelyzet miatt, azonban a ponthatárokat csütörtök este megismerhették a felvételizők. Jól szerepelt a Pécsi Egyetem, összegezte a felvételi eredményeket az oktatási igazgató. Egy tudatos, rendkívül meghatározó beiskolázási politikával sikerült azt elérni, hogy közel annyian tudják megkezdeni a tanulmányaikat a Pécsi Tudományegyetemen 2020-ban, mint egy évvel ezelőtt. Ez közel 5000 hallgatót jelent. Pontosan 4850-en kaptak lehetőséget most, hogy ebben a gyönyörű városban újra benépesítsék az egyetem falait. A legnagyobb érdeklődés hagyományosan a jogász, az orvosképzés, illetve a pszichológia iránt volt. A sláger szakok mellett népszerű még a mérnök informatika, a gazdaság és menedzsment szakok. Soha ennyi jelentkezőt nem vettek még fel az ápolás és betegellátás szakra. Több mint 650-en kezdik meg tanulmányaikat itt szeptembertől. Kérdés, hogy milyen formában indul az oktatás? Úgy tervezzük, hogy személyes jelenléttel nyitjuk az egyetemet szeptemberben. Mindent megteszünk annak érdekében, hogy a külföldi hallgatók ide tudjanak érkezni, és be tudjanak kapcsolódni az oktatásba. De felkészülünk minden helyzetre, tehát ahogy szokták mondani, vannak B-terveink arra vonatkozóan, hogyha mégsem tudnának idejönni, akkor se veszítsük el a külföldi hallgatókat. Így felkészülnek az online oktatásra is, amiben már tapasztalatokat szereztek, mondja az igazgató. Lengvárszky Attila szerint a külföld és a pótfelvételén felvett diákokkal együtt mintegy 6000 új hallgató kezdheti meg az őszi fél évet a Pécsi Tudományegyetemen. Ingyenes vezetéstechnikai tréningen vehetnek részt CSED, GYED, GYES ellátásban részesülők és a 20 év alatti fiatalok, közölte az Emberi Erőforrások Minisztériumának család- és ifjúságügyért felelős államtitkára kedden. Novák Katalin emlékeztetett, hogy július 1-e óta a 20 év alatti fiatalok ingyenes B-kategóriás KRESZ vizsga lehetőségét kiterjesztették a CSED-en, GYED-en és GYES-en lévőkre. Motoros vizsgák zajlanak éppen Pécsett. Az oktatók elmondása szerint még mindig a B-kategóriára jelentkeznek legtöbben, de sokan vannak olyanok, akik motoros vizsgát tesznek. A pandémiás időszakban szüneteltek az oktatások és a vizsgáztatás is, így a tanulók már nagyon várták, hogy visszaálljon a rend. Az első feladat az volt, hogy körbe kellett tolni a motort rajta. A
második feladat az volt, hogy indexelni kellett, körülnézni, stb. A harmadik szlalomozás volt, végén egy 8-assal, utána vissza is szlalom, az utolsó pedig egy intenzív gázadás, utána fékezés. Magyarország kormánya a tavaly évben hirdette meg azt a programot, melynek során 2400 tehergépjárművezető és 1600 autóbuszvezető képzése valósulhat meg. A kormány most újabb kedvezményt ad ezúttal a családoknak, hiszen július 1-je óta a 20 év alatti fiatalok ingyenes B-kategóriás KRESZ vizsga lehetőségét kiterjesztették a Cseden, Gyeden és Gyesen lévőkre, valamint ingyenes vezetést technikai tréningen is részt vehetnek az érdeklődők. 2008-tól, aki a 20. életévét még be nem töltötte, és az első vezetői engedélyét szerzi, annak ugye az állam 25 000 forintot visszatérít az elméleti képzési díjból. Most ezt kibővítették 7. hó 1-től. Jovanovics Milán hozzátette, az új lehetőséggel kapcsolatban már többen érdeklődtek telefonon. Egy kisgyermekes anyuka pedig jelezte, hogy szeptemberben, amikor már kicsit nagyobb lesz a babája, elkezdi a KRESZ tanfolyamot. Végül mutatjuk újra röviden Tolna megye legfontosabb híreit. Veszélybe sodor családok, döntésképtelen volt az Éhen-Szekszárd a bérlakásokkal kapcsolatban. Bevonják a helyieket a munkába Tolnán, a közlekedés átszervezéséről tartottak fórumot. Belvízvédelem, Bátaszéken kikotorják a vízelvezető csatornát. Kiadta a nagykövetség épületét, börtönbe kell vonulnia a pincehelyi csalónak. Szombaton felhős időre lehet számítani, inkább délután kezd el jelentősebben vékonyodni a felhőzet és átmeneti időszakokra kisütni a nap. Kisebb eső, zápor eső, helyenként zivatar előfordulhat, de tartós jelentős csapadék nem valószínű. Vasárnapra elhagyja térségünket a front, egyre inkább a napsütésé lesz a főszerep. Hétfőn 30 fok fölé emelkedik a hőmérséklet, fokozódik a kánikula és sok-sok napsütés, igazi nyaralóidő a legvalószínűbb. Friss hírekkel legközelebb hétfőn este jelentkezünk, addig is kövessék műsorainkat, illetve keressenek minket a Facebookon, ahol naponta friss hírekkel, érdekességekkel várjuk Önöket. Ha látnak valamit, ami Önök szerint figyelemre méltó, akkor azt osszák meg velünk, hogy másoknak is megmutathassuk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!